Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Itt a Gavelgame Csine, kaptam és a szolgáltató jelentkezem, és mint ahogy láthatjátok ismételten az Inclusion Red River fogunk ránézni, ugyanis a játékot mindig úgymond csiszolgatják, finomítgatják, és elég sok ilyen kis kisebb frissítést, illetve nagyobbakat dobálnak ki hozzá, úgyhogy elég jól foglalkoznak a játékkal. Úgyhogy arra gondoltam, hogy miért is ne néznénk meg ismételten, hogy esetleg mennyire tudunk benne most úgy ügyesek lenni, vagy éppen nem. Ugye, mint tudjátok, az előzőekben azért párszor elbuktunk, úgyhogy hát ugye talán finomítottak ezen is, hogy nem olyan gyilkosok az NPC-k, mert azért eléggé oda tudnak dobni egy-két dolgot. Azt a bombásat ezt megnézzük. Ugye van egy kis pénzünk, tehát nem sok. Ugye mostanában nem volt időm játszani a játékkal, de ettől függetlenül azért szerintem annyit össze tudunk szedni, hogy be tudjunk menni. Hát felszerelés az nincs nálunk annyi, úgy látom. És úgy írtátok is, hogyha éjszaka megyünk, az sokkal jobb. Hát ugye az a baj, hogy olyankor ugye nehéz a videót megcsinálni, hogyha éjszaka megyünk. Úgyhogy maradunk szerintem a nappalnál. Veszünk mellényt meg sisakot. Nem tudom amúgy, hogy melyik lenne a jobb. Van itt ilyen hatalmas nagy is, de nem költünk annyi pénzt is, ez is 2005-be kerül, mint látjátok. Úgyhogy főleg a küldit kellene megcsinálni. Az biztos, hogy hozna valamennyit. Jó. Sokkát végül fölvettem. Persze, hogy nem, csak megvettem. Hát, hogy esetleg fejbe lőnek, és akkor talán ez véd valamit. Ja. Oké. Okay. Egyelőre még mindig csak ez az egy pálya van, úgyhogy oda fogunk bemenni, és akkor megnézni, hogy mi is, meg hogy is van. Aztán lehet, hogy majd el kéne kezdeni valami kis fegyvert modolgatni, vagy megnézni, hogy ez hogyan is működik. Hogyha sikerül ma ugye többször kijutni, és akkor ilyen repukat megcsinálni a kereskedőknek át, hogyha több mindent el tudnánk kérni. Ugye most ez a két bomba lerakás, ez szerintem nem lesz nehéz, ugye azt hiszem, hogy a híthoz kell tenni az egyiket. Jól emlékszek. Oké. Okay. Kérem a puskát. Szerintem nem volt itt ez a domb, vagy igen? Az előzőekben, mint hogyha nem lett volna itt ez a domb. Lehet, hogy ugye azért is tették be, mert hogyha ide kijöttél és megpróbáltad fölvenni a cuccot, akkor volt, hogy már egyből lőttek, de mint hogyha úgy emlékeznék, hogy nem lett volna itt ez a domb. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Ja, már lőnek ránk. Nem is láttam amúgy, hogy itt van. Amúgy itt a másik is, csak hol? Mint hogyha hamarabb. Na. Mi történt, barátom? Aha. Ő. Itt sokan vagytok. Nagy táskája van. Meghalt. Talán, mintha gyengébbek lennének. Nem tudom, miért nem tudom betenni a secondary-be. Ide viszont betudjuk, és be tudjuk ide húzni, ugye. Akkor ezt már nem tudom eltenni. Magunkkal kéne vinni a táskát is, persze. Ránézni, ugye négyessel, hogy
Hova kell letenni a bombát? Ide meg a másik híthoz. Jó. Ugye hasonlót már csináltunk a múltkor. Aha. De hogyha messzirebbről mutatná is a... Vagy messzebbről mutatná a dolgot. Igen, ezt be tudjuk pakolni ide, ez pedig ide. Van egy plusz tárunk, meg akkor tudunk kivinni sisakot. Például a kokáért, ez viszont kár, hogy nem tudjuk, mert ugye erre már tudnánk tenni zét. Kár, hogy nem lehet biztosítást kötni a fegyverre, most még. Hogy így visszahozná ugye valaki. Mint hogy Tarkovban is ugye ez a dolog van. Tudom, srácok, hogy azok, akik játszátok, és akkor, hogy mennyire merültetek el benne mélyen eddig. Ilyes lősze. Ide be is tudjuk tárazni. Igen, ugye itt ezeket át tudjuk húzni. Ó, hát ide még bőven tudnánk tenni cuccot. Viszünk ki lősze. Elég jól össze tudtuk rakni a PS össze. Meg amúgy nincs ilyen súlkos. Ő. Te honnan lőttél? Meg nem tudom, hogy tervezik-e későbbiekben esetleg a PvP-t bevezetni. Honnan lősz komán? Jó, hát azért ő előtt minket. Hát talán nem olyan vészesek, mint mondom, mint eddig voltak. Ennyit arról, hogy nem olyan vészesek. Nesze nekünk gír, ugyebár? Nem baj, viszünk be másikat. Pedig olyan jól összeszedtük magunkat, mert... Ah, tedd már rá. Haló? Már teljesen örültem, hogy... Hát, milyen jól izé. Összelútolgattuk, meg megöltünk három embert. Igen, annyi is volt. Oké. Okay. Hát igen, a küldi az oda van, úgy látom. Itt kell azért bemenni. Hát nem valami sikeres. Nem tudom, bebújt a bokorba, vagy én nem tudom, hova lett. Vagy volt még egy. Elég jól ránk támadtak, hogyha úgy nézzük. Oké. Még egy kör. Ja, négyes. Mindig az M betűt nyomkodom, közben nem az, hanem a négyes. Oké, tehát lefele kell induljunk, de itt először lootolgassunk egy kicsit szerintem. Na. Már lő, érted? Én nem látom, hogy hol van, de ő már lő.
Az a baj, hogy én mindig ilyen lőszer spórolósan megyek. Haló? Hagyj már meg. Ez még jobb, mint a miénk. Dobtad-e? Hát ezért tudott ez ilyen jól lőni. Egy nagy táska. Nem tudom, hogy ezeket meg tudjuk-e majd javítani amúgy. Ezt. Jajjaj. Ugye ide dob egy gránátot? Hey, fang over here. Előttek minket azért rendesen. Mennyi táskát bírok kivinni amúgy? Vagy az összeset? Kár, hogy ezeket nem lehet így belehúzogatni ide. Üzemanyag, PS lőszer. Nem a lőszer, ezt be tudom tenni ide is. Az, nem nagyon tudom, hogy mi mennyit ér. Nem tudom, srácokom, hogy a fegyverépítést esetleg, hogyha valaki próbálgatta ment, tehát hogy jobban benne van a játékot, tehát több ideje van játszani, és bejelentetek jobban, hogy az mennyire működik jól. Jól bemenni azért. Majd ezt így kommentbe írjátok már meg, mert én még annyira fegyvereket nem építgettem, meg kreáltam. Meg mennyire érződik, hogyha megépítette, tehát hogy tudsz vele lőni jól, meg tehát hogy jól adja a dolgot, vagy sem. Még itt szerintem ki lehet tapasztalni nagyjából hol van. Jó, hamar megláttál, komám. Nem azért. Ezektől főleg lőszert, meg ilyesmit tudunk lootolni. Ez jobb. Rövidebb a csöve. Több mindent tudunk majd elpakolni. Hangárba lesz ez a cucc, vajon? Valószínű. Hogy te átlősz az izén, én meg nem. Aha, értem. Az jó. Azt!
Jaj, hát uról ránk jött. Oké. Okay. Az a baj, nem tudjuk többször próbálni a küldi. Tehát ha buktuk, akkor buktuk, kész. Ezt is kipróbálnám, mondjuk itt van Glock. Kéne egy táska. Most sem vagyunk sokkal ügyesebbek amúgy, tehát hogy így a pénz az már oda. Vagy nem is tudunk többet venni? Oké. Okay. Rendben. Kell egy ilyen. Scope-ot se tudunk. Az a baj, nem figyelek oda, hanem ilyen nagyon pusolósba bemegyek. És ugye azért kapunk ki. Na majd most kijutunk. Egy picit tényleg, mint hogyha a gyengébbek lennének talán azért egy picit így elveszhetőbb. Nem nyomtam rá a Reddire. Én meg itt vártam a csodát. Oké. Okay. Négyes. Mit kell fölrobbantani? Ott azt a kettőt. Ja. Fölrobbantjuk és kimegyünk. Pusoljuk őket. Az halt. Üh. Oké. Te nyertél. Szerintedek meghalt? Ez mi? Jó-jó, kontakt, jó-jó. Ez rám csalta itt a játékosokat. Az igen. Ez komoly volt, hé. Hát ezt nem gondoltam, hogy ezek így lerassolnak amúgy. Nálad mi volt, barátom? Ez igen, ez egy komolyabb M4 volt. Akkor inkább azt vizném, köszi. Mi? Remélem megburult-e. Az igen.
Ja, voltál. Vagy csak ide. Egy kis rövidcső. Most mindig nem ilyen kicsi táska van. Ezt kivisszük. Ezeket is. Nem tudom beletenni, mert... Azaz. Valahol itt még lőttünk egyet, nem? Na, mit kell fölrobbantani? Az itt a kérdés. Hello? Hát te? Az jobb sisak. Kár, hogy nem tudjuk elvinni ezt az AK-t. Nem, négyes. Valamit itt kell felrobbantani. Meg is van. Az egyik. Megint M betűt nyomok. Másik meg itt szembe valahol. De hol és mit? Oké. Okay. Remélem nem robban ránk. Ránk, viszont ránk fog esteledni. Valamiknél volt egy ilyen rövidebb csövű. Négy, azt ki kéne vinni. Ez mini, ez is mini. Nálad volt talán. Ez beleférjön. Igen. Kettő perc. 11 perc. Az igen, ez nyitva van, az jó messze, az is. Ezek 6 perc. Hát akkor választjuk a 2 perceset itt. Nem tudom, ebből végül kivettem a cuccokat, vagy csak akartam. Rák és teledig. Nem fogtok látni semmit, meg én se. Ez nem tudom mi. Jó, hát amit lehetett összekapargáztunk. Úgyhogy megvárjuk, hogy szépen ki tudunk menni, és akkor legalább le tudjuk adni a küldit. Majd itt lesz valahol a kijárat, hogyha lejár az idő. Reméljük, hogy minél hamarabb lejár. Ugye? Jól néztem. Na, még van egy perc 8. Hogy most ki kéne lépnünk, vagy le kéne lépnünk konkrétan. Szerződ, nincs challenge amúgy. Tudunk pinget tenni. Ezt még nem is néztem amúgy. És akkor az látszik a térképen? Vagy így előttünk? Nem. Ó, nem tudom, mire jó a ping. Oké. Ki tudunk menni. Győzelem!
Na srácok, ha megcsináltuk a küldit, és ugye meg is kaptuk a jutalmunkat, úgymond, plusz még le tudunk pakolni egy csomó mindent, ugye, ami nálunk van, táska, meg ilyesmi. Igaz, hogy elvesztettünk egy nagy rakás cuccot, de legalább most ezt meg tudtuk csinálni kivételesen. Úgyhogy ennek azért örülök. Majd szerintem ezeket el fogom adni, mert nem lesz rá szükségem ezekre az MP5-ökre, meg ilyenekre. Veszünk majd ilyen értelmes fegyvert. Értelmese? Nem tudom megjavítani, csak eladni. Az érdekes. Hogyha nem tudjuk megcsinálni, hogy eladjuk. Pedig jó lenne. Na mindegy, most így ennyi fért volna bele, csak úgy gondoltam, belenézünk ismételten egy kicsit. Talán, mintha könnyebb lenne egy picivel, tényleg akinek jobban megy a lövöldözés, meg ilyesmi, annak biztos, hogy már alapból jobban ment a játék, mint nekem. De én szerintem most egy picit gyengítettek rajta, meg talán, mintha nem lenne annyira a kadús a játék, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazok, úgyhogy mikor ide is bejöttünk, akkor is volt, hogy ezeket lassan töltötte be itt a dolgokat. Ez kár, hogy még nem tudom. Úgy használni, hogy esetleg itt nyitva megnyomsz egy gombot, és akkor kihozza a közelebb a céltáblát, vagy valami. Az még azért jó lenne, ha megcsinálnák. Nem tudom, hogy ez amúgy fogyasztja a lőszer, de lehet, hogy itt most előad, nem. Az ott nem fogyasztja, jó. Na, fiúk, lányok, hát minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várlak vissza benneteket legközelebb is. Külön köszönet ugye a csatorna tagoknak. Ha bárkinek bármilyen észrevétele van, írja meg. Vagy hogyha esetleg a fegyverekkel kapcsolatban tud nekem infót adni, azt várom nagyon szívesen kommentbe. Várlak vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek. Harjali, sziasztok!